Ebben a videóban meg fogjuk nézni azt, hogy mi az, amit megtudhatunk magáról a, a halál utáni állapotról, és gondolom, ami sokakat foglalkoztat, hogy mit is jelent a pokol, hogyan is néz ki, mi is történik az emberekkel. Úgyhogy, amit teszünk, az az, hogy végfunk menni az egész tanakon, az Ószövetségen, és meg fogjuk nézni, hogy mi az, amit ki tudunk deríteni erről. Későbbiekben pedig természetesen meg fogjuk nézni, hogy mit mond a Brit Katasá az Új Szövetség arról, hogy mi is a pokol, mi történik a, a halál után és az ítéletről. Én nem mondom azt, hogy egyértelműen ki fog derülni, hogy mi a helyzet, hiszen, mint nagyon sok más az írásban, ez sem egyértelmű, és mindenkinek a saját értelmezésére van bízva, hogy mi az, amit leszűr az információból. Én csak azt tudom megosztani, amit én megértek ezekből, mint az összes videóban. Aki egyetért, nagyszerű, halleluja. Aki nem, az pedig egyszerűen csak nem ért egyet, és más utat kell, hogy válasszon. Az szükségtelen, hogy egymást arról győzködjük, hogy minek van, kinek van igaza különösen akkor, hogyha erre nem nincsen az írásból semmiféle bizonyíték úgymond, mint versek, idézetek. A lényeg az, hogy ahogyan haladunk és egyre többet foglalkozunk vele, a tudásunk bővül és közelebb kerülünk a mindenhatóhoz. Ez a lényeg tulajdonképpen. 5 Mózes Teberim 32-es fejezettel fogjuk elkezdeni. Itt ugye, mint mindig, Izrael nem követte a mindenható útját, és báványok után futkorászott, mint a legtöbben ma is teszik. Erről ír, így szól, 21-es vers, azzal ingerelték őt, ami nem Elohim. Hiába valóságaikkal bosszantottak engem, én pedig azzal ingerlem őket, ami nem népem. Bolond nemzettel bosszantom őket. Mert tűzlobban fel, haragomban, és leég a seol fenekéig. Megemészti a földet és gyümölcsét, és felgyújtja a hegyek alapjait. Ugye ez a szó itt seol? A héber szó. Seol. Megnézzük a magyar fordítást, akkor így szó, hogy sír, ugye, mint sírhely, alvilág, pokol, egy verem az világ, mint Underworld. Sheol, ugye az a sír, az a Ó testamentum, vagyis a Tanák megnevezése, a holtak ide kerülnek, ahonnan nincsen visszatérés. A Isten nélküli hely, Elohim nélküli hely, illetve az Elohim dicsérete nélküli hely, egy büntetés, egy hely, ahova a büntetésre küldi a gonoszokat, és az igazak nem ide kerülnek, valamint egy számüzetés, és ahol az emberek bűnben tulajdonképpen szenvednek. Meglátjuk, hogy ez így van-e valójában. Az biztos, hogy Elohim nem nincs jó kedvében, amikor ezt mondja az izraelitáknak, hogy a tűz felobban a haragában és leég a sévolnak a leg Úgyhogy nézzük tovább, hogy mi az, amit még erről találhatunk. 1 Mózes 37 Beresít 37, amit meg fogunk nézni, és itt Jákobról olvashatunk, aki ugye elvesztette Józsefet, legalábbis ezt mondták neki ugye József testvérei, amikor eladták a Midianitáknak, és később Egyiptomba került József, így fel felkelének pedig minden ő fiai és minden ő lányai, hogy vigasztalják őt. Ugye siratja a fiát, de nem akar a vigasztalódni, hanem mondta, Sírva megyek fiamhoz a sírba, és síratá őt az atya sírba, ez a szó itt seol, ugyanaz a szó, amit előbb láttunk a 5 tehát ha azt mondja, hogy ő is oda megy a fiához a sírba, seolba, akkor nem biztos, hogy az a hely az, ahol ö, csak és kizárólag a gonos, az idézőbb tévek gonoszok vannak, akik nem követik a mindenható útját, hiszen ő is oda megy. Ő is ezt mondja, hogy ő oda megy. Még annyit érdemes megjegyezni erről a szóról, hogy 31-szer sírt jelent, mint sírhely, 31-szer pokol, amit mi pokolnak hívunk, és háromszor egy gödör az, amit jelent. Ugyanez a jelentés van leírva, ez a blueletterbible.org. Abban úgy tűnik, hogy mindenki megegyezik, hogy ez egy föld alatti terület, ami a föld úgymond közepén van. Természetesen nem a gömbről van szó, hanem magáról, a, ami a föld valós alakja. Egy e, búra alatt lévő lapos felület, és annak a, a búrának az, a másik oldalán, az ellentétes e, oldalán, illetve hát a föld, terület ellentétes oldalán lent található maga ez a seol, a sír, a pokol és természetesen a búra fölött pedig az, amit mennynek hívnak, semaim, ahol a mindenható tartózkodik, úgyhogy ez a teljes ellentéte annak, ahol ő van, nem véletlen, hiszen ő az élet, ő azok életet ad, az ellentéte nyilván lent lesz a másik oldalán magának a föld területnek. Ha megnézzük, azt hogy miből ered maga a szó, Strong's H 7592, sha el. Sha el. and second entry, Shael, sha akkor megtudjuk, azt hogy a Shael, Shael szóból ered, és ennek a jelentése ez pedig 94-szer szerepel úgy, mint kérni, kérdezni, 173-szor szerepel összesen az írásban, és mindannyiszor természetesen a tanákban. Kérni, kérdezni 94-szer, szintén kérdezni és kutatni 22-szer, mint vágyakozni vagy akarni valamit 9-szer, és kérni úgy, mint elvárni 7-szer, kölcsönkérni 6-szor, tisztelegni 4-szer, stb. stb. Ezek a jelentései többnyire kérni, vagy, vagy, vagy pedig vizsgálni és vizsgálva kérni, ezt jelenti maga a szónak a szótövese áll a héber nyelvben. Ha megnézzük a jelentését, ugye ezek a felhasználási módjai és a, a direkt jelentése pedig szintén hasonló, kérdezni, érdeklődni, kölcsönkérni, könyörögni, kérni, feltételezni, feltenni, érdeklődni, konzultálni, és keresni, szabadságot kérni, ugye ilyen értelemben, gondosan kutatni, illetve érdeklődni, koldulni is egy jelentése egyébként, koldusbotra jutni, és a többi, és a többi. Hogy ez pontosan mit jelenthet, azt valószínűleg többet fogunk megtudni ennek a sorozatnak a végére, azonban egyelőre annyit, hogy az mindenképp érdekes, hogy kérdezni, illetve kutatni, érdeklődni, koldulni. Ez a jelentése a szótőnek, hiszen valószínűleg ez összefüggésben áll azzal, amire ez a hely való. És azt pedig nem más, mint gondolom, legalábbis az én értelmezésemben, ahol a mindenható csúnya szóval élve tárolja azokat a lelkeket, akik, nem, akik meghaltak már, akik nem élnek. És valószínűleg ezek alapján én nem hiszem, hogy ott bármiféle tudatos tevékenység zajlik, legalábbis ezek alapján eddig, amit láttunk, azt nem lehet feltételezni, azonban maga a jelentése sugalja azt, hogy ott valamiféle felelősségre vonás zajlik, vagy pedig kérdezgetés, faggatás, hiszen ebből ered maga a szó, de persze bármi más is lehet ezen a ponton, úgyhogy nézzük tovább, mi az, amit még találunk. Ez pedig Beresít, azaz 1 Mózes 42-es fejezet lesz, ahol is így szól Jákob 38-as vers. De Jákob nem egyezett bele, szó sem lehet róla Benyám, mint nem engedem Egyiptomba, Vicraimba vinni, hiszen a bátyja meghalt, és csak ő maradt meg. Ha ne talán történne vele valami az úton, őszfejemet fejemet borúva bocsátanátok a sírba, ez a szó pedig sírba nem más, mint seol, ugyanaz a kifejezés. Ilyen értelemben azt jelenti, hogy sír, és mivel Jákób is arról beszél, hogy ő oda megy, valószínűleg számukra ez egy ilyen gyűjtő helyet jelentett nem feltétlenül eh, elválasztó, nem feltétlen pokol abban az értelemben, ahogyan mi használjuk, hogy ott égnek emberek az persze majd ki fog derülni a későbbiekből, hogy mi más lehet erről megtudni. Egyelőre azonban azt látjuk, hogy Jákob is azt úgy gondolta, hogy ő ide fog kerülni. Ez pedig 4 Mózes 16-os fejezet, a Midpart 16-os fejezet, ahol is a 30-as verstől fogjuk megnézni, hogy mit lehet tudni. Ez ugye kora és társai felázatok Mózes ellen, hogy ki szolgáljon a mindenhatónak a mindenható házában, és ennek a végkifejletét látjuk. De ha az örökkévalója, Jahua valami újat cselekszik, ha a föld feltátja torkát és elnyeli őket, és ők a hozzájuk tartozókkal együtt elevenen mennek le a halottak országába, akkor tudjátok meg, hogy az örökkévaló ellen védkeztek. Ez a halottak országába, ez ugye az eredetiben Pitt. Ami ugye ugyanaz a Seol szó, amit már megvizsgáltunk eddig is. Tehát ez a halottak országát jelentette egyben. Az emberek abban az időben tisztában voltak vele pontosan, hogy mit jelent az, hogy Seol, vagy Pokol, amit mi ma Pokolnak hívunk, ők tudták nagyon jól, hogy ez a halottak országa, itt vannak a lelkek. Az, hogy milyen formában, azt meglátjuk, hogy ki fogja -e derülni, azonban egyelőre az biztos, hogy az emberek tisztában voltak vele, hogy a lelkek valahol ö, gyülekeznek a haláluk után. Alig, hogy ezt kimondta, meghasadt a föld korai és társai lába alatt, mintha a föld valóban feltátotta volna a torkát, mert hirtelen elnyelt őket egész családjukkal, minden tulajdonukkal együtt. Ugye ezt ö, ígérte Mózes Mosé, és a mindenható ezt teljesítette, hiszen... Ö, Elnyelte őket, ezáltal bizonyítva, hogy ő Mózessel volt. Ők pedig elevenen hullottak a Seolba, minden estől aztán a föld ismét bezárult, Korá és társai így vágottak ki Izrael közösségéből, tehát ők így kerültek a Seolba, nyilván ott aztán meghaltak ténylegesen, azonban élve is lekerülhet az ember, amennyiben a mindenható úgy dönt. Érdekes az, ahogyan Anna imádkozik elsősámmal a második fejezetben, ahol is így szól az örökkévaló öl és megelemenít a séolba taszít, de fel is hoz onnét. Ugye itt is a séol szó kerül elő, és oda letaszítja és felhozza mindenható. Ez arra utal, hogy mindenki meghal egyszer, azonban mindenki fel is kerül onnan egyszer. Erre utal, Átvitt értelemben természetesen arra is utalhat, hogy szegényítesz, meggazdagít, megalázsz, felmagasztal, ahogy, ahogyan az életben a megpróbáltatások jönnek az emberre. Ezt mindenki eldöntheti magának. Ez pedig itt jobb, hetes fejezet, ahol a kilences vers így szól: a felhő eltűnik és elmegy, így aki leszáll a sírba, nem jő fel többé, nem tér vissza többé az ő hajlékába, és az ő helye nem ismeri őt többé. Ugye itt is a sírba természetesen maga se seol szó, és arról van szó, hogy aki egyszer oda lekerül, az nem jön fel többé, egészen a természetesen, amíg a feltámadás és az ítélet meg nem történik. Jobb, 14-es fejezetben pedig, így szól a 13-as vers. bár csak elrejtenének engem, a holtak hazájában. Holtak hazájában ez ugye ugyanaz a szó sehol, amiről eddig beszéltünk. Ott várnám ki, míg csillapú haragod és újra megemlékeznél rólam. Vajon, ha meghalok, felkelek-e megint? Ha tudnám, türelmesen várnám, amíg szolgálatom ideje letelik, és elváltozásom bekövetkezik. Ugye arról van szó, ahogy a szenvedéseiből inkább oda menekülne, a Mindenható haragja elől, ha tudná, hogy onnan visszahozza újra a Mindenható, és fel kell, megint, és türelmesen kivárná azt az időt, amíg a büntetése szól, hiszen ebben az időben ugye jobb már eléggé viharvert állapotban volt, és az ellenség mindenféle megpróbáltatásoknak alávetette, természetesen a Mindenható beleegyezésével annak érdekében, hogy kiderítsék, hogy mennyire is ragaszkodik ő a ja, Hua útjához. Ez elől inkább lemenekülne a pokolba. Azonban tudja, hogy onnan nincs visszaút, ezért mondja, hogy ha megemlékezne róla és visszahívná, akkor ez, ez is jobb lenne, mint az, ami történik most vele. Én nem gondolom, hogy arról beszél, hogy nem tudja, hogy onnan van visszaút az ítélet napján, hiszen ez, ez nyilvánvalóan ők is tisztában voltak vele, ez sokkal inkább arra utal, hogy még az is jobb lenne annál, ami amilyen szituációban és helyzetben jelenleg van jó. Ez szintén jobb könyve, 17-es vers, fejezet, bocsánat, és így szól a 13-as verstől. Mert a holtak hazájába kívánkozom, ez ugye se jól, meg akar halni, a szenvedései elől oda menekülni. A sötétségben vetek ágyat magamnak. Ez annak egy metaforája természetesen. Azt mondom a sírnak, séolnak. Si Te leszel apám, s a férgeknek ti vagytok nővéreim. Ez ugye a testnek a lebomlása a halál után. Ugyan hol van még számomra remény, és ha van is, kitörődik vele természetesen kétségbe esett a helyzete, hiszen hiszen már egy jó ideje mindenféle csapások súlytja. Vajon reményem is velem együtt hal meg? Vajon az is átmegy a holtak kapuján, ami ugye sehol? Újra együtt szállunk alá a porba mindketten? Ezeket csak azért szeretném megmutatni, hogy mindenki lássa, hogy mennyire különbözőképpen jelenik meg maga a az a szó, hogy pokol, amit mi pokolnak hívunk, vagy seol, a holtak kapuja, a sír, a verem, a sírhely, a holtak hazája, ez mind ugyanazt a, a helyet takarja, és szerintem kezd kirajzolódni egy kép mindenkiben, hogy mi is ez tulajdonképpen, és hogyan is nézhet ki. Ez pedig Jobb 21-es fejezet, és onnan a 21-es versben egy érdekes, extra információt találhatunk, és ugye itt arról beszél jobb, hogy ő magát ugye igaznak tartja, mert ő mindig úgy élt, ahogyan a mindenható akarta, ezért kérdezi azt, hogy mi az oka annak a hetes versben, hogy a gonoszok élnek, vénséget érnek, sőt, még meg is gyarapodnak. Aztán leírja azt, hogy a családjuk egészséges és, és népes, aztán a házuk, a gazdaságuk, és sőt, még a szórakozásuk is mindig megvan, és jól létben töltik el napjaikat, és egy pillanat alatt szállnak alá a sírban. Az, hogy ugye az egész életük egyszerű, és csak egyszerűen meghalnak a végén, erről beszél. Annak ellenére, hogy azt mondják Elohimnek, távozzál el tőlünk, mert a te utaidnak tudásában nem gyönyörködünk. Annak ellenére, hogy nem követik a mindenható útját. Micsoda a mindenható, hogy tiszteljük őt, és mit nyerünk vele, ha esedezünk előtte, mint a legtöbb ember, kérdező, hogy mi értelme is van ennek. Mindazáltal az ő javok nincsen hatalmukban, azért a gonoszok tanácsa távol legyen tőlem. Ugye ennek ellenére ő nem akar ebben részt venni. És ez az, amit szerettem volna itt mondani, a 23-as vers, az egyik ember gazdagságban hal meg kényelemben, békességben, teste jól táplált, erős és egészséges, a másik keserű lélekkel száll a sírba, mert soha nem volt része jólétben, örömben. Sírba, mindkettő a sírba száll, mégis mindketten a porban fekszenek, és férgek takarják be őket. Mind a kettő ugyanarra a helyre jut végeredményében. Jobb 24-es fejezetben pedig egy érdekes információra bukkanunk. 19-es vers így szól szárasság és hőség nyeli el a hóvizét. A pokol azokat, akik védkeznek. Úgyhogy egy újabb információt tudtunk meg, és mégpedig az, hogy maga a pokol, ugye ez ugyanaz a szó seol, az pedig elnyeri azokat, akik védkeznek. Amint eddig láttuk, mindenki a seolba kerül a föld mélyébe, azonban valószínűleg ott valamiféle felosztása van azoknak, akik védkeztek, illetve azok, akik nem. Azonban a későbbiekben ez ki fog derülni, hogy hogyan is történik. Ez pedig Zsoltára tehelém hatos fejezet, ahol is Dávid így szól. Könyörül rajtam, jahua, hua, mert ellankadtam, gyógyíts meg engem, a hua, mert megháborodtak csontjaim. A lelkem is igen megháborodott, és te, ó Jahua, Tér vissza, Yahua, ments ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezésről rólad a halában, a seolban kicsoda dicsői téged. Itt pedig arról beszél, Dávid segítséget kér a mindenhatótól, hogy támogassa őt és mentse meg, ahogyan addig is tette, hiszen ha meghal, amennyiben ő maga Dávid meghal, akkor nem fogja más dicsőíteni a mindenhatót, hiszen a Seóban nem dicsőíti senki. Erre, ebből arra következtethetünk, hogy ott valamiféle más állapotban vannak az emberek, hiszen ott már nem dicsőítik a mindenhatót. Szintén Tehelim 9-es fejezet, 17-es vers, így szól. Nézzük a 16-ost inkább, azt hiszem, hogy ez lesz az. Besüljetek a pogányok a verembe, melyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábok. Megismertetett Jahua, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtett el. Higájon szelá. Seóba jutnak a gonoszok, minden nép, amely elfeledkezik Elohimről. Itt már annyit megtudhatunk pluszba, hogy a seolba a gonoszok jutnak, és mindenki, aki eltér a mindenható útjától, vagy aki nem őt, szolgálja, és elfeledkezik róla. Az, hogy mindenki oda biztos vagyok benne, hogy a későbbiekben ki fog derülni, az azonban biztos, hogy a gonoszok mindenképp ide jutnak. Szintén Zsoltárok, 16-os fejezet, és a 9-es vers így szól. Azért örül az én szívem, és örvend az én lelkem. Testem is biztosságban lakozik. Ugye, mert a mindenhatóban bízik. Mert nem hagyod lelkemet a seolban, nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van te nálad, a te jobbodon, gyönyörűségek vannak örökké. Ami azt jelenti, hogy az ő lelke is a seolba kerül, azonban nem fogja ott hagyni a mindenható azokat, akik igazul élnek, erre utal itt uh, Dávid. 31-es fejezet, nézzük a 17-es verset, ahol is így szól. Világosíts meg orcátat az te szolgádon, tarts meg engem jó voltatból. Ja ne szégyenüljek meg, mivel hogy hívlak téged. A gonoszok szégyenüljenek meg, és pusztuljanak a seolba. Tehát a seol egyre inkább úgy tűnik, hogy van egyfajta elválasztás azok közt, akik a mindenható útjányának, és azok közt, akik nem. Tehát innen, legalábbis ebből erre tudunk következni, és az előző néhány versből. 49-es fejezetben a Zsoltárok könyvében arról van szó, hogy mindenki meghal egy nap és ezt így fogalmazza meg a tízes verstől, még ha örökké élne is, és nem látná meg a sírgödört, de meglátja, a bölcsek is meghal. együtt vészel bolond és ostoba, és gazdagságukat másoknak hagyja. Ugye ez az, hogy mindenki meghal kivétel nélkül egyszer. Gondoljatok, az ő házok örökkévaló. Lakóhelyeik nemzedékről nemzedékre szállnak, nevöket hangoztatják a Földön. Ugye ezek a híres emberek azok, akiket mindenki irigyel. Pedig az ember, még ha tisztességben van, sem marad meg. Hasonlít a barmakhoz, melyeket levágnak. Mindenki meghal egy nap. Ugye ez talán csak erre a generációra nem érvényes, az utolsó generációra, aki néhányan szerencsések, akik a második eljövetel idejében életben lesznek, ők azok egyedül, akik nem fogják a halált megtapasztalni, hanem csak átváltoznak a második eljövetel pillanatában. Azonban a nagy többségre ez nem igaz, különösen nem Dávid idejében. Erre mondja azt, hogy még ha tisztességesen igazként él az ember, akkor is meghal. Ez az ő sorsuk, bolondság nékik de azért gyönyörködnek szavokban az ő követőik szelá. Mint juhok, Seorra vettetnek a halál legelteti őket, és az igazak uralkodnak rajtok reggel. Tehát előbb-utóbb az igazak azok, akik uralkodni fognak a... azokon, akik nem követték a mindenható útját, a gonoszokon alakjokat elemészti a seol távol az ő lakásoktól csak Elohim válthatja ki lelkemet Seol kezéből, mikor megragad engem. Egyedül a mindenható az, aki ki tudja húzni az embert a, a végső pusztulásból, ugye Seolból. Ez érthető úgy is, hogy ő az, aki onnan felhozza, a másik azonban az, hogy ő az, aki itt a földön megszólítja őket, és elvezeti az igazsághoz, és a felajánlja azt a döntést, hogy az ember követheti az ő útját, az ő törvényeit, és él ezáltal, vagy pedig járhat a maga útján, ahogy a legtöbb ember, és akkor viszont elpusztul. Tehát két értelemben is használható ez, hogy onnan SEO kezéből csak a mindenható az, aki ki tudja az embert hozni. Azonban az biztos, hogy mindenkit, mindenki meghal egy nap és ezek szerint a seorra vettetnek azok, akik, akik bolondoknak hívatnak itt, és az igazak uralkodnak rajta. A 21-es verset még érdemes elolvasni, az ember, még ha tisztességben van is, tisztességben úgy értve, mint gazdagságban és kényelemben, de nincs okossága, ha nem érti a mindenható szavát, ha nem tanulmányozza azt, hasonlít a barmokhoz, melyeket levágna. 86-os 13-as vers pedig így szól, Mert nagy én rajtam a te kegyelmed, és kiszabadítottad lelkemet a mélységes pokolba. Ugye ekkor még természetesen Dávid életben van, hiszen ő írja ezeket a zsoltárokat, tehát nem lehetett ott, itt arra utal, hogy, hogy a mindenható, Ugye azt írja a 11-esben, mutasd meg nékem a te utadat, hogy járhassak a te igazságodban, teljes szívvel féljem nevedet. Ez az, ami az embernek ahhoz kell, hogy kiszabadítsa az ő lelkét a pokolba. Ezt a mindenható adja meg neki ezt a tudást, az értelmet, és ő az, aki vezeti az embert az úton, amennyiben azt az utat választja. Bárki is. Ezért mond köszönetet neki, hogy ő szabadította ki a lelkét a mélységes pokolba. Példabeszédek. Hetes fejezetben, Misli hetes fejezetben pedig. Az ötös vers így szól. Akkor meg ugye a mindenható parancsai tartsd meg, erről van szó. Akkor megőriznek téged más feleségétől, a hízelgő idegen asszonyoktól. És hogy ez miért is fontos, ugye későbbiekben az ostoba fiúról ír, aki, akit elcsábított az idegen asszony, és ezt így írja le a végén, mert sok férfit sebeztek halára, sokan vannak, akiknek vesztét okozták, hogyan házuk a halába vívő kapu, vívő út kapuja, útjuk az alvilágba vezet. Ez a halába vívő kapu itt, ez az a szó sehol, amiről eddig is olvashatunk, tehát a bűn az, ami a seolba vezet, Úgyhogy ez a vers szintén azt támasztja alá, hogy Seol az egy hely sokkal inkább a bűnösök számára, mint az igazak számára, azonban nézzük tovább. Ez pedig szintén példabeszédek, Misli 9-es fejezet, ahol is az ostobaságról ír, az öntelt ostobaságot hasonlítja egy fecsegő tudatlan asszonyhoz aki mindenkit hívogat, és euh, tanácsot ad nekik. Ugye ez arra utal, hogy az ember, hogyha a saját feje után megy, mint ahogy a legtöbben azt mondogatják, hogy a szívükre hallgatnak, majd ők tudják, euh, stb. stb. Ez mind az öntelt ostobaság. 18-as versben leírja, hogy milyennek a következménye, de azok nem tudják, hogy házában a holtak árnyai laknak, nem veszik észre, hogy vendégei a sír mélyébe süllyedtek. A sír, ugye itt, Seol. Tehát az ostobaság szintén a Seolba vezet. Ez pedig szintén példabeszédek, 15-ös fejezet, amiben is azt mondja, az, a 24-es vers az életnek úta felfelé van az értelmes ember számára, hogy eltávozzék a pokoltól, mely aláfelé van. Az értelmes ember mindig az, aki olvassa és megérti, és csinálja azt, amit a mindenható számára előírt, és mindannyiunk számára előírt. Ez az út felfelé van, ugye itt a mennyekre utal, ami természetesen más értelemben fogható fel, mint ahogy, ahogy a köznapi emberek értik, de mindenképpen felfelé van a pokoltól. Ami ugye lefelé található. Példabeszédek 23-as fejezet, ahol így szól: Ne vond el gyermektől a fenyítéket, 13-as vers, ha megvered őt veszővel, meg nem ha, te veszővel vered meg őt, és az ő lelkét a pokóból ragadott ki. Amennyiben bölcs lesz, amennyiben a mindenható útjára neveli az ember a gyermekét, akkor megóvhatja őt, a pokoltól a pokolt tehát egy büntetése azoknak, akik nem a mindenható útján járnak, ez mostan már egyértelmű lett. Prédikátor könyve 9-es fejezetben egy érdekes, és igen fontos tanácsa a szolgál. A tízes vers, a te ruháid mindenkor legyenek fejérek, és az olajat a fejedről el ne fogyatkozzék. Ez ugye arra utal, hogy az ember mindenkor, a mindenható szavában járjon, és azokat teljesítse. Hiszen, hiszen utána ez az, ami a helyes irányba terelheti. Éld életedet a te feleségeddel, akit szeretsz a te hiába való életednek minden napjaiban, melyeket Elohim adott néked a nap alatt, a te hiába valóságodnak minden napjaiban. Ez arra hívja fel a figyelmet, hogy amit a legtöbb ember már elfelejtett, hogy mennyire is jelentéktelen egy-egy ember, és milyen hiába való is az élet a mindenhatóhoz képest, azonban számára mégis fontosak vagyunk minden egyes ember, ezért próbál segíteni mindenkinek. Mert ez a te részed a te életedben és a te munkádban, melyen munkálkodol a nap alatt. Ez az élet, ez a röpke néhány évtized az, amikor az ember kifejti a munkásságát, ez az ő része, ekkor tudja eldönteni a sorsát tulajdonképpen azokkal a döntésekkel, amiket hoz. Valamit hatalmatban van cselekedni, erőt szerint az cselekedjed, hiszen nem lehet tudni, hogy mennyi ideje van az embernek. Amit megtehet, meg kell tennie. Mert semmi cselekedet, semmi okoskodás, tudomány és bölcsesség nincs a seóban ahová menendő vagy. Tehát mindenki oda megy, ott azonban már nem tud mit tenni a saját érdekében. Addig kell megtennie mindent, amit tud. Az, hogy majd holnap, majd hétfőn, majd január 1 majd tavasszal, az nem jó stratégia. Hiszen nem tudja az ember, hogy mennyi ideje van hátra arra, hogy megtegye azt, amit meg kell tennie a saját üdvözülése érdekében. Hiszen a 14-es versben így szól, lehet, nem is tudja az ember az ő idejét, mint a halak, melyek megfogatnak a gonosz hálóban, és mint a madarak, melyek megfogadnak a törben, miképpen ezek, azonképpen megfogadnak az emberek fiai a gonosznak idejében, mikor az eljő rájuk hirtelenséggel. Az ember nem tudja, mikor jön el az ideje, úgyhogy ha meg akar változni a leges legjobb idő, az mindig az adott pillanatban van. Este Jahu Ézsaiás 5 fejezetben arról beszél a mindenható, hogy a, a népét egy szőlőhöz hasonlította, amiért mindent megtett. Megadta nekik a terület, a föld területet, a legjobbat a világon, segített nekik mindenben, amiben tudott, és ennek ellenére azok elfordultak tőle, más istenségek után jártak, báványimádók lettek, eldobták az ő parancsolatait, és elhagyták őt teljesen. 12-es és citer a lantob síp és bor van a lakodalmokban, de a huának dolgát nem tekintik meg, és nem látják, nem látják kezeinek cselekedetét. Ugye minden másra van az embernek, figyelme, csak arra nem, akitől mindazt kapta, amilyen van ezért fogságba megy az ő népe, mivel hogy tudomány nélkül való. Tudomány ugye az nem érti a mindenható szavát. És főemberei ilyen halnak, sokasága szomjú miatt eped meg. 14-es azért a sír ol kiszélesíti torkát, feltátja száját szertelen, és leszállnak abban népen főemberei, és zajongó sokasága, és minden örvendezői. És porba hajtatik a közember, megaláztatik a főember, és a nagyok szemei megaláztatta. Mindenki, aki nem azon az úton jár, ugye arra mondja, hogy a sír kiszélesíti torkát, el fogja pusztítani azokat, akik nem hajlandók tudomású venni őt, az ő törvényeit és az ő akaratát, és a sír seol ennek a, ennek a metaforája, ennek a folyamat. Nem feltétlen az jön fel, és elnyeri az embereket, mint korály idejében, hanem egyszerűen az, hogy mindazok oda fognak bejutni. Kiszélesíti a torkát, mert annyi ember fog oda bejutni, aki nem jár az ő útján. Itt tehát a Seol az maga a második halállal pusztulása egyenértékű. Érdekes az, ahogyan a 14-es fejezetben ír, a 11, a 9-es versben. Ugye itt arról van szó, hogy Babilon, mikor Hamarosan ugye ítéletet mond a mindenható Babilon fölött, ez a mai rendszer, amiben élünk, ez Babilon. Akkor természetesen a Babiloni rendszer volt ma ugyanúgy érvényes, ugyanaz a rendszer, elég csak körülnézni maga a báványimádás és az erkölstelenség. De ebbe most nem mennék bele. A lényeg az, hogy el fog jönni az idő, amikor ítéletet mond a mindenható. Ezt írja le, alant a sír megindult, te miattad megérkezésedkor, miattad felriasztja árnyait. Ugye a sír se ol, ez az, a, ami felriasztja árnyait, a föld minden hatalmasait felkölt, székeiről népek, minden királyait, mind megszólalnak, és ezt mondják néked, erőtlennél lettél te is, miként mi, hozzánk hasonlatos levél. Ugye ez arról szól, hogy hogy ugyanolyan lesz maga a babiloni birodalom, mint az összes többi előtte, a mindenható eltörli a föld színéről. Egyetlen egy senki sem tud ellene felállni bármennyire is kevé, vagy büszke, vagy gőgös, vagy akaratos. Teljesen mindegy. Babilon ugyanarra sorsa jut, mint az összes többi előtte erőtlennél lesz, erőtlennél lesz, és hasonlatos mindazokhoz, akiket eddig a mindenható a séolba taszított. Ugye mindig a következő birodalom az, ami eltörli az előző 11 esben el is mondja ez, kevésséged és lantjaid zengése, a sírba séolba szállt, fekvő ágyad, férgek, takaró leplet, pondrók. Miként estél alá az égről, fényes csillag, hajnal fia, levágattál a földre, aki népeken tapostál, ez ugye maga az ellenség, Lucifer, fényes csillaghely, lel, satán, ez a róla szól az ő metaforája. Mindenki a végén, hamarosan, mindenki, aki nem a mindenható útján jár, erre a sorsa jut. Seol megnyílik, és ezek a Seolba szállnak. Mindazok, akik nem azon az úton járnak. 13-asban hiába, és maga a büszkeség holott te ezt mondád szívedben, az égbe megyek fel, Elohim csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze éjszakon. Felibök hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a magasságoshoz. Ugye ez az, amit Satán az ellenség Lucifer kitűzött célnak, hogy letaszítsa a mindenhatót a trónról. Ez az, amiben mi segítünk neki, illetve a legtöbb ember segít neki azzal, hogy elfordul a mindenhatótól. Két út van az egyik a mindenhatói, a másik az ellenségi, úgyhogy aki nem az egyiken van, az a másikon. És az egyik az egy keskeny út, egy szűk kapuval. Úgyhogy a legtöbb ember masírozik a széles úton. Azonban annak az eredménye a 15-ös versben van leírva, pedig sírba szász alá, séolba, sírgödör mélységébe. Ézsaiás, és a 28-as fejezetben, az első vers így szól, jaj, Efraim részegei kevé koronájának és dicsőséges ékessége hervadó virágának, mely a bortól megverettek kövér völgye fején van. Ugye ez arra utal, hogy egyrészt ugye ez maga Izraelen belül, másrészt pedig mindazok, akik megrészegettek a világ erkölcstelenségétől és tanításaitól, azok tulajdonképpen ebbe a kategóriába esnek, itt az ő népéről van szó, azonban szélesebb körben mindenkire értendő egy nap el fog jönni, amikor mindenkin számon kéri a tetteit. Ezek is tántorognak a bor miatt szédelegnek a részegítő itató pap és profét a tántorog a részegítő ital miatt a bor elnyelte őket szédülnek a részegítő ital miatt tántorognak a jövendőlátásban, inognak az ítéletmondásban. Mindenki Mára, ugye ez, ez akkora érvényes ugyanúgy, ahogy mára, a, az emberek túlnyomó többsége teljes mértékben a hipnózis alatt van, a világ megrészegítette mindazokkal a hazugságokkal, amelyek körülvesznek minket. Ennek azonban az lesz a következménye, hogy a mindenható eljön és ítéletet fog hirdetni. Így mondja a 14-es versben. Ezért halljátok ki a Huának beszédét, csúfoló férfi, akik uralkodtak a népen, mely Jeruzsálemben lakik. Ugye ez mindenkire igaz, akkor ugye Jeruzsálemben, aki uralkodott, ma azonban egyrészt az uralkodókra, azonban ugyanez a sors vár mindenkire, aki a széles úton halad mert így szóltok, frigyet kötöttünk a halállal, a sírral, meg szövetséget csináltunk, az ostorozó áradat, ha ő nem ér el minket, mindazok, akik azt mondják, hogy ma, hogy a mindenható nem létezik, ez csak egy mese, az univerzum, az, az idegenek, majd, majd feltölti a tudatát, a gépre, örökké fog élni, majd a gépekkel, stb. Ez mind ezekről az emberekről szól, így vagy úgy, ilyen vagy olyan formában. Mert a hazugságot választók oltalmunkkor, és csalásba rejtezénk el. A hazugság minden, ami nem a mindenható szava. Ezért így szólja, hua Elohim, ím és Sionban egy követ tettem le, ez ugye a megváltó. Egy próba követ, drága szegelet követ, erős alappal, aki benne hisz, az nem fut. Aki elhiszi, aki azon az úton jár, az eljut a mindenhatóz. És a jogosságot mérők kötéllé tevém. És az igazságot színlelővé és jég el a hazugság oltalmát, vizek ragadják el a rejteket, mindenkit, aki nem erre az erős alapra építi a házát, mindenkit el fog söpörni a mindenható haragja. És ez a sírral, meg szövetséget csináltunk, ez a szó seol, a sírral szövetséget kötöttek, ami nem más, mint ugye a pokol. És eltöröltetik a halállal való, frigyetek, és a sírral való szövetségtek meg nem áll az ostorodó áradat, ostorozó áradat, ha eljő, eltapott titeket ez a sír ismét seol. Ez a szövetség maga a halállal való szövetség ezt eltörli. És amikor eljös, ahányszor eljö, elragadt titeket, mert minden reggel eljő nappal, és éjszaka borzalom megértetni e tanítást mert rövid lesz az ágy, hogy benne kinyújtózhassék, és a takaró szűk lesz az elrejtőzéskor. Ézsaiás 38-as fejezetben pedig a 18-as vers így szól, mert nem a sír dicsőít téged, és nem a halál magasztal téged, hűségedre nem a sírverembe szállók várnak. Ki él, ki él, csak az dicsőít téged, mint ma én, az atya a fiaknak hirdeti, Hűségedet. Ugye ismét csak azt mondja, amit már korábban is, hogy az élők azok, akik még tudják dicsőíteni a Mindenhatót. Ezek szerint a sír, ugye a Seol, az már nem az a hely, ahol a Mindenhatót dicsőíti bárki is, akárki jut is oda. Ez pedig Hósás 13-as fejezet ahol a 14-es vers így szól, ugye itt Efraimről és Izraelről van szó, hogy a végén a mindenható ugye természetesen ad nekik egy újabb esélyt, és ez az, amiről itt ír, hogy megváltom őket a Seol hatalmától, megmentem őket a haláltól. Ó, halál, hová lett a hatalmad? Seol, hol a fullánkod? Nem akarok bosszút állni rajtuk ez az ugye, hogy megkegyelmez rajtuk a végén, ugye majd, és uh, seol, egyenlő a halállal. Természetesen nem azt jelenti, hogy nem fognak az emberek meghalni, azt jelenti, hogy a második halál az, amiben nem lesz rész. Ez pedig Jónás, Jónás, Jóná második fejezet, és így szól. Az örökkévalóhoz kiáltottam szorult helyzetemben, és ő meghallgatott engem. A halál gyomrából seol kiáltottam hozzád, mégis meghallottad hangomat, ugye ez itt Seol. Maga a hal, has, halat hasonlítja a halához. Három napig volt ott, akár csak a megváltó. Ez maga a Seol, a idézőjel pokolnak a metaforája, és ez az, ami ahonnan kiállt a mindenhatóhoz, aki meghallgatta őt mert a mélységbe hajítottál, a tenger közepébe dobtál, körülvett az árad, összecsopta hullámaid a felén fölött, és örvényeid áborította. Ugye reménytelen volt, hozzá kiáltott, és onnan kihozta ugyanúgy, ahogyan mindenki másnak tennie kell, amikor nehézséggel szembesül, a mindenható segíteni fog, amennyiben engedelmesen járja az ő útját, és azt cselekszi mindenki, amit ő akar. És akkor a halából Kihozza. Nem az, hogy nem fog meghalni, hanem a második halát elkerülheti. Szóval a Seol ennek is a jelképe. Az utolsó vers, amit megnézünk a Tanakból, az Ó Testamentumból, ez pedig Habakuk második fejezet, ahol is így szól a mindenható Habakuknak. Nézd, ezt írt fel, aki nem hallgat Elohimre, nem marad büntetlen, de aki igazságos, az élni fog a hite által. Természetesen ez nem arról szó, hogy örökké fog élni, mint ahogy az, hogy nem marad büntetlen, sem feltétlenül arra célos, hogy itt az életben nem marad büntetlen. Ez kiderül a következő versből, ami itt szó, bizony a gazdagság és a hatalom csapdába éjt ugyanis az ember könnyen azt gondolhatja, hogy egyrészt ugye ő az, aki azt elérte a saját tudásából, másrészt pedig könnyen elfelejti az ember, hogy, hogy a mindenható útja, mi is, még az ő szabályai, mi is az, ami a legfontosabbnak kellene, hogy legyen az ő életében. Ezért írja azt, hogy a gazdagság és a hatalom csapdába itt ugyanezt erősítette meg a megváltó is, amikor azt mondta, hogy, hogy könnyebb átmenni a tűfokán egy tevének, mint hogy a gazdagnak bejutni a mennyek országába, erről beszélt ott. A telhetetlen nem tud megnyugodni széleset átja száját, mint Seol. Hiszen ugyanígy működik maga a pokol is. Rengetegen jutnak oda, ezért mondja az, hogy széleset átja a száját, hiszen a legtöbb ember elkalandozik a keskeny úttól és a szűk kaputól, és az mind-mind oda jut a végén. Akármennyit összerabol, meg nem elégszik soha, mint a halál. Mint ez kiderült, Seol, azaz maga a pokol, egyáltalán nem annyira egyértelmű, mint ahogy azt a legtöbben gondoljuk, vagy gondoltuk. Azok alapján, amiket olvastunk, szerintem azt a következtetést levonhatjuk, hogy a Seol az egy fajta gyűjtő helye azoknak, akik meghaltak, mindenképpen a lelkeknek, és igazából tudatos cselekvés ott nem nagyon van, hiszen még a mindenhatót sem dicsőíti senki ott, és most az, hogy az mire utal, hogy ugye a a harcosok, a harci eszközeikkel vannak ott, illetve az, hogy Jákob ott is gyászolná a fiát, vagy hogy Dávid ott is nyugalomban lenne, azt igazából mindenkire rábízom. Én úgy gondolom, hogy ez egy egyfajta gyűjtő, helye azoknak, akik meghaltak, és innen nincsen visszaút senki számára, csak és kizárólag azok számára, akiket a mindenható. Érdemesnek talál rá. Az, hogy ott most jelenleg büntetés történne, illetve bármiféle jutalmazás, ha már arról van szó, az ezekből a versekből szerintem nem derült ki, sőt inkább ott egyfajta nyugalmi állapot, ha, ha úgy tetszik. A későbbiekben megnézzünk más verseket, főleg az új testamentumból a brit kazasába, és abból többet fogunk megtudni, azonban egyelőre az, hogy Seol, amit mi pokolnak hívunk a Tanakban, az Ószövetségben, nem tudnánk azt kijelenteni egyértelműen, hogy ez a büntetésnek a helye, és ha belegondolunk, akkor nem is igen logikus, hiszen aki meghalt mondjuk 3000 évvel ezelőtt, az 3000 éve már ott bűnhődik, aki ma ha meg, az annyi előnyel indul. Én valahogy azt nem tartom logikusnak, de egyébként ezek alapján nem is az derül ki. Természetesen bárkinek más véleménye van, az, az teljesen elfogadható, hiszen egyáltalán nem egyértelmű maga a kérdés. Mivel ez nem is igazából lényeges magához a megváltáshoz és a királysághoz való az, Én inkább csak azért gondoltam, hogy ez érdekességkép, hogy mit is mond maga az írás szó szerint. Hogy azzal ellentétben, amit mi hittünk és tanultunk az egészről, amit az egyházak mondanak, és az emberek képzeletében él, ez egy kicsi más, amit maga az írás mond. Egyelőre ennyit a következő részben pedig folytatjuk mindenkinek a legjobbakat és halleluja. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem és még sok extra információt is találtuk itt. Mindenkinek a legjobbakat! Halleluja!